Sziasztok, ez itt újra a Halkocka játékbarja, és ez a dal kicsit mélyebb hangot hallottok tőlem, mert egyrészt meg vagyok kicsit fázva, másrészt nem hosszú volt az éjszaka, és most egy ilyen átállási időszak is van, ugyebár. Ma 3, de lehet, hogy 4 filmről fogtok véleményt, mutatót, kritikát hallani. És most talán emiatt nem is fogok vezető témát tenni, pedig először akartam. Független filmek bükrében, de nem így lett. No, de hát nézzük is az első filmünket, mi az 1997-es halálhajó, ami Event Horizon címen jött ki, eredeti nyelven ugye, 97-ben. Paul W.S. Anderson kezeiből, akinek be kell valljam, ez a filmje, és a Mortal Kombat máig szerintem a két legjobb filme, pedig ezek a filmek is egyáltalán tökéletes filme. De ezért ez egy jelzésérték mutató, sajnos. Na nézzük a szereplőket. Lawrence Fishburne Miller kapitányt alakítja. Szerintem egész jó választás volt. Nem ad semmi igazán pluszt. De azt, amit kell, azt teljesítette szemnél. Dr. William Weird alakítja, az egy igazán érdekes karakter. Aki talán az egyik egyedüli karakter, aki hát eléggé megváltozik a film során, tehát van már egy kis karakter változás, fejlődés. Ezt lehet így is úgy is érteni, majd látni fogjátok. Rajta kívül még ott van Jason Isaac, vagy Isaac, azt nem Isaacnak kell ejteni talán, de én mindig Isaacnek mondanám, Jason Isaacs. Ugye ő ismeretes, meg annyi akciófilmből, történelmi filmből, például ugye a Hazafié és a Potter sorozatból, mint az ördögi Lucius Malfoy stílszerű legyek. És hát vannak merész szereplők, például Richard T. Jones, a kötelező afroamerikai karakter, ugyebár, aki azért elsőre nem hal meg, tehát azért ez egy pozitív dolog, legalábbis azonnal. És ott van Joel Richardson, Kathleen Quanlan, Jack Newsworthy, akik a mellék karaktereket alakítják, akik színezik egy kicsit a hajónak a felfedező tagjait, pontosan a legénységet. Ugye ezt az Event vagy Event Horizon-t fedezik föl ezek a karakterek, az egyének a másik hajóról, mert jelzést kaptak róla, tehát megtalálták, meg gyakorlatilag elveszett, illetve pontosabban nem teljesítette a feladatát, megállt. És jelet kaptak. Egyébként szemlél Dr. William Bill segítségével együtt meg tudták találni. És hát innentől gyakorlatilag egy olyan sztorit kapunk, ami hát érezhetően vett elemeket az Alien filmekből, valamelyest talán Star Trek epizódokból is. Nagyon sok elem azért össze van lopkodva a filmben. Viszont ahogy az ilyenében is látható, ez egy horror sci-fi, és ez így is van. Nagyon sok horror elemmel van fűszerezve a film, de hát mondjuk az Alien is így volt igazából. Ami hatalmas baj a filmet tekintve, hogy egyrészt nagyon rövid, ugyanis annyira látszik, hogy meg van vágva, és terjedt is pár cikk, illetve info arról, hogy a filmnek volt egy valami 120, 130, 140 perceset van, sokkal 30-40 perccel hosszabb változat, ami hát sokkal durvább, sokkal jobb. És hát ugye ez nagyon látszik a filmben, ez egy hatalmas problémája. A harmadik, vagy második az az, hogy Paul versus Anderson továbbra is egy középszerű rendező. Az ötlet az maga jó ötlet volt, igaz, hogy lopkodott elemekkel, de tényleg ilyen kicsit ilyen félmetes, kicsit ilyen dumos feeling van egyébként néha, hogy a kéne hasonlítanom, csak a Marson kívül. Tehát ugye a Doom 3, illetve a régi Doom 1-nek a feelingje kicsit előjött, ez tetszetős volt. Philip Eisner az író ebben a szempontból jót alkotott, viszont a folytatás a másik fele a filmnek az már sajnos, az már felejtős. Egyrészt nagyon kapkodóba mennek át, inkább már akciófilm lesz, mint sem horror vagy sci-fi. És nagyon sok következetlenség van, meg mivel nagyon élesen van és gyakran gyorsan van vágva a film láthatóan is. Ezért nagyon sok jelenet furán jön ki, főleg a folytatásai egy adott jelenetnek. Főleg amikor karakterek helyszínek között váltanak, 4-5 között. Tehát a vége az elecseszve, és szerintem úgymond a gonosz karakter, aki előtűnik,
Az is kicsit átlagos lett. És amit ígért nekünk ez a gonosz karakter, meglátjuk egy másik oldalát is ennek a helynek, most így fogalmazok, hogy ne spoilerezzek, de azt nem láttuk meg, tehát ezt is vártam volna, és ezt nem láttuk. Pedig hát fontos lett volna szerintem. Ami a harmadik nagy baj a filmnek, az az effektek nagy-nagy-nagy gyengesége. Ha már említettem az Alien-t, ugye Alien 1-től 4-ig, mind az Alien 1, mind az Alien 2, mind a 3, és hát még a 4 is, ami azt mondja, ugyanekkor készült durván. 20-szor jobban néz ki. Mind az effektek terén, mind design, mint mondjuk itt a hajó maga az belül nem rossz, tehát a horror keltést ezt jól elősegítették a hajó belső dizájnjaival, de ezen kívül minden más, nagyon gyenge. A hajó körülötte, a hajó körüli tér, az űr, a másik hajóban lévő egyes elemek, nagyon gagyi és nagyon láthatóan nagyon alacsony költségvetésre készült a film. Ezen kívül a film zenéje, főleg a végén, az intronál előhozza a Mortal Kombat-nek a rosszabb film zenéje, pedig ott nagyon sok filmzene is volt. Mint a Paul W.S. Anderson nem tudott volna elszakadni a Mortal Kombat zenei műfajától. Ami ide nem illett, szóval halljuk be a végén. Ezen kívül, ahogy mondottam, a színészek talán a Sam Neill-en kívül, de ő is van a végére, talán egy picit leül és gyengébb lesz, de rajta kívül nem nagyon alakítanak olyan emlékezetes, változatos, érdekes karaktereket. Az Alien, ha már ugye ebből vett a film, lekörözi szépen ezeket a karaktereket. Ennek ellenére egy igazán hangulatos filmet láthatunk. Tehát mindenképp, ha ki kell emelni még egy pozitívumot, az a hangulat, az ötletesen felépített bár elemeket átvevő, másfajú elemeket átvevő forgatókönyv, illetve mondjuk Sam Neill, illetve még esetleg Jason Isaacs színészi játéka viszonylag, ami azt tudom mondani, hogy jól van. És a filmnek egy nagyon gyenge 4-est, egy 70%-ot adok. Ennél sokkal jobb is lehetett volna az film, akár ma már klasszikusként is emlegethetnénk, mint egyéb társait, de nem így lett. És ez a rendezőnek tudható be valamelyest forgatókönyvnek, és leginkább a design és főleg az effekt készítő csapatnak, és hát az olyan karakternek, akik nem tudtak igazán kitörni, hogy magadra adandó karaktert alkothassanak. A színészeknek is kellett annyit dolgozniuk a munkájukért, mert nem volt rá meg a lehetőség. Szóval ennyit akartam mondani a halálhajóról. Remélem tetszett nektek, most egy kis szünet következik. És nem másról beszélek, mint a Követés című filmecskéről, amely Christopher Nolan teljesen első filmje volt, még 98-ban. 1998-ban. Egy kis szünet után elrohadtok. Kövessük Christopher Nolan első filmjét és annak a sztoriát röviden. Christopher Nolan letett már egy eszem Doodleberg, vagy most nem volt a címen, de volt egy rövid film már ezelőtt 96 vagy 97-ben Christopher Nolan-től, de az is egy érdekes bemutató volt arról, hogy mit is már ez a pasas, de nem mutatta meg azt igazán, hogyha ki tudja magát gyakorlatilag teljesen adni. Köszönöm, akkor mit nyújt egy hosszú, teljes estés filmbe, egy 60-70-80-90 perces filmbe. Ez a film tipikusan olyan film, egy olyan thriller, egy olyan krimi, amit sokan egyébként külföldön még tanítanak és sokan mutatnak. Első filmként ez szerintem zseni film. Nem tökéletes, de zseniális egy film minden téren. És az is zseniális, hogy Christopher Nolan vágta, filmezte, tehát operatőrködte, forgatókönyvet is ő írta, amit később nagy részt meg is tartott.
Illetve rendező is ő volt ennek a filmnek, úgyhogy egy is mutatja az a zsenialitását, főleg amikor megnéztétek a filmet, és ezt meg tudjátok, akkor főleg megértitek, hogy ezért mennyi munka volt ebben a filmben. A film 70 perc körül van, és tökéletes az a játékidő, amit akar a film bemutatni és elmondani, azt tökéletesen kiszolgálja ez a játékidő. Ha több lett volna, akkor már hosszúnak éreztük volna, ha rövidebb lett volna, akkor pedig elcsapatna. A film egy Londonban élő fiatalemberről szól, aki írónak képzelte magát, és amivel tömegből kiszúr valakit, majd követni kezdi. Saját magát azzal áltatja egyébként, hogy anyagot gyűjt a készülő regényéhez, és érdekes arcokat keres közben ehhez, pedig valójában a nagyvárosi magány ellen próbál küzdeni, ugye ez sokakat érinthet, még én is éreztem néha egyébként mondan nagy városokban ezt, főleg hogyha nem volt ott egy ismerősöm se. No, de lényeg, folytassuk a történetet. A gondok akkor kezdődnek egy iránt, amikor az egyik követett emberke kiszúrja, hogy követik, majd ezt számon is kéri a karaktertől. Kiderül, hogy ő egy tolvaj, aki fokozatosan befolyása alá vonja a fiút. De persze ez sem ilyen egyszerű, mint minden Nolan filmben. És ahogy Jokernél is mondták, vele sosem olyan egyszerű a dolog. Innen még számtalan hajtukanyart vesz, illetve csavart vesz a történet, mire eljut az érdekes remek befejezésig, ami szintén szerintem jellemzője majdnem minden Nolan filmnek egyébként. Ahogy a csavarok és az érdekes befejezés is. Tehát a following eredeti nyelven a követés, ami sok helyen a csapdaként jelent meg, nem igazán értem miért, és ezzel egy kicsit spoilerezett is, a forgalmazó, a DVD forgalmazója. Nolan első filmje, amely már megmutatja itt azokat a jellemzőket, amelyek később Nolan filmben is mindenképp jelen vannak. Ilyen például a kamera és a vágási technikák, a thrilleri krimi vonal, a feszültséget teli jelenetek, a kicsit tényleg ilyen feszes és érzelem nélküli hangulat, illetve jellemző, ami egyébként nem minden filmnél van jelen. Tehát sokan mondják ezt, hogy alapból minden Nolan filmre, ez nem igaz, de itt tényleg egy kicsit is érződik az atmoszférában is. Ami egyébként érthető, hogyha már az említett magányosságot nézzük. Illetve, bocsánat, itt van az is, hogy egy-egy karaktert hogyan követ Nolan, olyan az önrendező stílusa. És igen, az is érdekes, hogy Cobb nevezett karakter van a filmben, aki később a 10 év múltán az eredetben szintén egy Cobb nevű karakter a főszereplő. Ez csak egy érdekesség, illetve a filmen belül nagyon sok olyan elem kerül elő, mert később filmjeit takarja. De álom, milyen szerű lehetek, vagy ilyen, mondjam, ilyen víziók mondjuk ezzel az eredetre utalva, illetve van egy konkrét Batman jel, hogy a Batman trilógiára utalva a későbbiekben, szóval ez egy érdekes, érdekes dolog. Mint a Christopher már tudta volna ekkor, hogy ezeket majd mindenki meg akarja csinálni. Hát az eredetet azt hiszem majdnem 10 éve tervezett, vagy 8 éve, tehát végül is majdnem. És a Batman is azt hiszem elég régóta akarta volna kicsit más szemszögből bemutatni, ez ugye mind a kettő sikerült később. Kicsit olyan kísérleti filmnek is lehet tekinteni, fekete-fehér a film is, egyébként ez jót tesz neki, szerintem színesben nem ütne akkor át, kevés ilyen film van, de ez a film, ez olyan. Már itt látszik, hogy például a vágásokkal, a kamerázással néha bajok vannak, olyan szempontban, még ugyan, bocsánat, még itt látszik, úgy akartam, nem, később ezekkel nem voltak gondolni, itt még látszik, hogy a vágása és a kamerázása, ha más stílusban hasonló a később filmjeihez, mégis még gondok vannak, eleve ugye nem külön operatőr csinálta, ilyen ezt is magam csináltam, de maga a sztori forgatókönyv már szokásos, mivel Nolani stílus minőséget nyújtja majdnem. Ekkor még meglepően jó új időbeni ugrásokat láthattunk, illetve a fura zene, mi volt járt, ami az atmoszférát is érdekesítette. Az atmoszféra pedig leginkább a mentóra hajaz. Tehát a másik előrevetítő elem a hangulat az atmoszféra tekintetében, de mindenképpen a következő filmben lennek a Memento. Talán akár ez egy olyan felkészülés is volt rá, mint mondjuk Del Toro-nál az Ördöggerinc a faul labirintusára, hogy ezt Del Toro később el is mondta. Nagyon pozitív képet festett csak a filmről, hogy nézőknek a forgatókönyv, tehát az már látszik, hogy
erős elmeken nyugszik egy első filmnél is Nolan esetében. A környezet, a színések is pont beleillenek egyébként ebbe az ilyen krimi és drámás, lelkizős, thrilleres kísérleti filmbe. Ezt igazán nehéz lenne meghatározni, de nagyjából egy thrillerrel, krimivel állunk szembe. A másik meglepő filmben az a főszereplő lakásának atyán látott ugye Batman logót, már mutattam. Illetve az álomszerű részek, ugye, ami gyakorlatilag az eredetet vetik előre. A csavarók, az időbeli és térbeli összekapcsolások, ugrások is nagyon ott voltak, szintén a Nolani jellemzőket hordozták magukban. Akik sokat edződtek a Memento változatosságon, tökéletes trükkféle filmeken, amelyek aztán leginkább tudnak hasonlítani ezt az első alkotását Nolannek, azoknak igazán erősen ajánlom ezt a filmet, amelynek 90%-ot adok. Mert ha első filmként nézzük, akkor ez tényleg ennyit ér. Ha úgy nézném tényleg, hogyha összesülítenem most itt a legnagyobb filmével, azt szerintem lenne fair. Ez egyrészt egy 68 perces film, másrészt pedig a költségvetés, illetve a gárda sokkal kisebb volt, ugye? Stám. Nem tudom így összehasonlítani, viszont ha azt hiszem, hogy Christopher Nolan van mindenben szinte ebben a filmben, kivétel színészi alakításra, akkor viszont tényleg 90%. Tehát nézzétek meg a filmet, és meg fogjátok érteni. Ehhez nem kell más meggyőző erő, véleményem szerint. Hát ennyit akartam erről a filmről röviden tömören mondani. Remélem ez is tetszettek, most egy újabb szünet következik, és folytatjuk szerintem a Memento bemutatásával. Memento Mori, következik a Memento bemutatása, amely egy 2000-es amerikai dráma, krimi, thriller, Christopher Nolan kezeiből, aminek érdekesség mondjam, volt egy Gajini nevű remake-je 2008-ban. Ezt én most vettem pont nemrég észre. Ez a film, talán az első olyan film a Nolannek, ami teljesen kitárja a rendezői jellemzőit, illetve kitárja a lehetőségeit, a zsenialitását Nolannek. A játékidőben is most már nagyobb játékidőről beszélhetünk, illetve innentől kezdve már még jobban Nolan készíti a sztorikat. Itt látta először annak a stámnak a magja, ami később összes Nolan filmesztre dolgozik, Wally Pfister, operatőr, például a kokáért. És Cindy Evans, aki kosztümöket és dizájnért volt felelős, de inkább a kosztümök dizájnjáért. Viszont szereplőkben még nem láthatunk olyan elemeket, olyan karaktereket, illetve inkább ilyen színészeket, akik későbbi filmekben visszatérnek. És még hasonlóan mondjuk az előző filmhez, akkoriban legalábbis nem annyira ismert színészek voltak, talán kivétel a Carrie-Anne Moss, ugye, aki a Matrixban már ekkor szerepelt. Bár ő is még gyakorlatilag csak a Matrix-szal és ezzel a filmmel robbant be igazán először. Ott van például Joe Pantoliano vagy Guy Pearce, akik karakterszínészek igazából. És hát ők sem voltak azért olyan ismertek ekkor még. És azután sem lettek olyan a sztárok. Úgyhogy igazából itt tekintünk rá, és valamilyen szinten egy kísérlet volt arra, hogy ne a sztárokra figyeljetek, ami a Hollywoodban már akkor is, de főleg manapság ritkaság, hogy ne a sztárokra figyeljetek, hanem a történetet, amit mondani akarok nektek, és amit be akarok, és ahogy van akarok mutatni nektek. Hát nem annak ez volt a cél, és legtöbbször mindig ez a célja. Nem a sztárokat akarja láttatni, nem a csillogást, hanem mögötte való mondani valót, illetve a lényegi elemét, forrótokönyvének, sztorijainak. És
ebben a filmben is ez így van, ami egyébként végre egy kicsit visszacsap, véleményem szerint. De nem is ez emiatt is részben nem a kedvenc talán a filmem egyike. Nem tudom, ez lehet soknak uránhathat, de számomra ez így van. Ugyanis ez az egy kísérleti elem, amire látni akartam nézni, ez mindenképp nem. Ez ebben a filmben viszont tipikusan olyan, ami igazán elsőre egyszer működik. Ott a pillanat tökéletesség később tőle az eredet, vagy egy más hasonló típusú csavarral élt filmet, mondja a Vihar sziget, ami ennek ellenére többször nézésre is beszippantja a nézőt, és többször is azt tudja néző érezni, hogy zseniális, és értelme volt megnézni a filmet. A Memento nem ennyire ez a helyzet. A Memento azért nagyon arra játszik, hogy elveszél benne elsőre, hogy ugyanazt, te is azt érezd, amit a főszereplő karakter, Guy Pearce karaktere. És ez sikerül is, ez nagyon jó. De másik, harmadik nézése már nem olyan jó, egy, kettő, meg a film nagy erénye, ez tényleg a gyakorlatilag fordító vetítése fogalmazzak így. Szerintem annyira nem spoiler, illetve a különböző emlékkiesése. Hogyha ilyen rendes kronológiai sorrendbe vetítenék a filmet, amit egyébként rajongók meg is csináltak, akkor egyáltalán már nincs vele nagy basszis, de ezt a többiek is, akik ezt már látták, mondják. És ez a hiba egy kicsit ennek a filmnek. Én szavakkal is egy kísérleti film, ami tényleg elsőre működik, de másodjára, harmadjára már egyre jobban veszti el varázsát, és erejét és érdekességét. Ennek ellenére Guy Pearce és Carrie Ann Moss nagyon jól alakít, tehát tipikusan beérnek ebbe egyébként eléggé szomorkás, depresszív, sötétebb hangulat filmbe, amiben már nem a feszültség dominál annyira, kivételtel a vége fele, az elején, hanem inkább a kutakodás az emlékek után, és hogy az, hogy igazából mi is hogy volt, mi mit követett, kit ismerek és kit nem. Igazából mi történt. Ugye hát a Guy Pearce karaktere ezt próbálja megoldani, hogy igazából mi is. Ezért is jut annyira elsőre a film. A zenéje is követi ezt a szerint viszonylag depressziós feelinget. Itt még a zenében nem jött elő Hans Zimmer, ahogy az álmatlanságban sem később. De ha hangulat zenét kell csinálni, és ez a film ez azt kell, akkor sikeresen oldta meg az itteni zeneszerzőn. Természetesen semmi különleges nem volt, de megfelelő volt. Ennél annyira kevesebb nem kell, de több se nagyobb. A vágásokért az operator munka, az már itt látszik, főleg Bali Fister okán, hogy már mennyire jó. De itt már nagyon sokat fejlődött, ide egy külön zseni, a most már Oscar Díjas operatőr csinálta az operatőri munkát, és ez látszik is. Ezen kívül a történetet is mindenki látszik, főleg az elakulított mi voltával, hogy hát igen, ezt Nolan csinálta, és hogy későbbben is van esetleg találkozunk nem megszokott történetvezetéssel. Igazából mit tudnák ezen kívül elmondani a filmről? Nagyon más talán nem ezek a igazán nagy erényei, az egész jó szereplő gárda, a nagyon érdekesen vett forgatókönyv, és a szolid jó rendezés, és a nagyon jó operatőri munka emelik ki máig a filmet. Én nekem egy 75%-ot tudok csak adni a filmnek, mert egyszerűen mondottam az okait. Nem egy olyan film, amit szerintem valaki 4-5-ször meg fog nézni életében, akár egész életében, mert sajnos nem arra épül, és nincsen olyan egyéb jellemzője, mint az a már említett Vihar sziget eredet, tökéletességre, ami mindegyik igazából egy vagy max akár kettő csavarra épít, de amíg ezt építi is, olyan minőségi díszleti munkát, dizájnot, amit annyira szerintem annyira nem látunk, nagyon minőségű zenét, nagyon jó színészi játékot az ott lévő szereplőktől, DiCaprio, Christian Bale sorolhatnám, Hugh Jackman, nagyon érdekes forgatókönyvet, tehát ami ugye szokásos mederben halad előre, nem visszafele, mégis nagyon érdekessé válik. És nagyon jól van bemutatva az adott korrajz, vagy az adott logikus, érdekes történet az eredetnél. Tehát itt ezek nincsenek fenn, és emiatt nem fogjuk ezt többször megnézni, ezért adok neki én csak 75%-ot. Viszont számomra nem Nolannek, nem ez a leggyengébb filmje, az egy másik film, amit nem sokan hallani fogtok egy kis szünet után, ami az Álmatlanság címre hallgat, amely szintén egy könyvből készült, ha jól tudom. Thank you.
betegségben, de a filmnek a főszereplője egy idő után már. Igen, Al Pacinóról van szó, Will Dolomert alakítja ebben a filmben. Egy fáradt, kiégett férfi nyomozó, Los Angeles-i rendőrség nyomozója. Az alaszkai kisvárosban nem tudja megszokni az ott lévő, igen, hosszú rappalokat, rövid éjszakákat, és hát egy idő után ez fordítva van, ugye. És emiatt szenved álmatlanságban, nem csak emiatt szenved álmatlanságban, hanem abban is szenved, hogy nem tudja konkrétan megoldani ezt az egyik ügyet, amiről az egész film szól. Még utána úgy érzi, hogy róton rángatja őt a gyanúsított gonosz emberke. Akit itt most Robin Williams alakít, annyira szóval nem spoiler. És meglepően jól alakítja a Robin Williams, tehát itt is a sötét kamerával mutatta azt az oldalát, amit ritkán láthattunk Robin Williamsnek, és ebben a filmben ő az egyik nagy pozitívum Al Pacino mellett természetesen. Hilary Swank szerint egy olyan karaktert alakít ebben a filmben is megint, amelyet akár más Selfie Garda is szintú ugye alakítottott volna. A más szereplő, bocsánat, színésznő. Ami érdekes még a filmben, és azt mondom, hogy konkrétan el is hangzik, hogy bűntudat egyenlő álmatlanság, feloldozás egyenlő halál és egyenlő álom. Ez egy érdekes idézet a filmből, megnézzétek a végén, érteni fogjátok ti is mindenki. Javult a film picit egyébként mindenki, számomra másodszor nézése, másodszor néztem meg. Na ez is egy olyan film például, ami másodjára jut jobban esélybe, például a Mementóval, Nolan előző filmjével. Pacino tényleg az utóbbi évek egyik legjobbját nyújtotta, mert ugyanis egy jó ideje előtte és most utána is eltűnt igazából. Hát játszik filmekben, de nagyon sokszor rossz filmekben játszik, vagy jobb filmekben rossz karaktereket, már hogy rosszul megírt karaktereket, és emiatt ő eltűnődzik a filmvászonról. Ezen a filmben nem így van. Most végre megmutatja megint, hogy mit tud. A fényképezés itt is mesteri. Tökéletes trükkben, Batman-ben látható módon, hiszen itt is Wally Pfisterrel dolgozott Nolan, és konkrétan egy pár ilyen Batman-ben látott nagy, totálos snitt is, illetve a törő rész is előtűnik a filmben. A thriller feszültségérzet a film első fél órájában érződik igazán. Valamelyest a film közepén ez elveszik egy picit, a főpontot pedig átveszi az állatlanság, a vívódás, az önbarcangolás, majd a végső jutalom jön el, az örök álom a filmvégén, illetve az izgalmas thrilleri feszültséget teli rész. Robin Williams szintén egy 2002-es sötét kamerában játszott, ott a kicsit erősebb volt és jobb volt a szerepe, mint itt, de itt közel olyan jól játszik. Ennek ellenére azt kell mondanom, hogy másik ok, ami ilyen nagy pozitív a filmnek, az mindenképp Robin Williams alakítása. Vagy annak hogy kisebb szerepet, több idő, vagy kisebb időt, kisebb szerepet kapott, mint mondjuk a sötét kamerában, viszont a film végére fontos szerepé válni közösszerepe. A főszerep pedig tökéletes trükkhöz hasonló volt, pici, tipikusan ilyen hangulat, ez ne itt sem házszimmert hallhatjuk. Tehát viszont itt úgy érzem, nincs semmilyen kérés a film végén, hogyha már a tökéletes trükkhöz hasonlítgatjuk, nagyon lehet elgondolkozni egyébként a trükk filmnél se annyira, hogyha már többször láttátok. De itt elsőre sem fogtok igazán gondolkozni a film végén. Viszonylag szerintem elég egyetemű lezárása van a filmnek. A nagy gond a filmet tényleg az talán, hogy nagyon lassú, vontatott, néhol túl magyarázó, ha lehet így fogalmazni. Némely Nolan filmnél is van ez szintén, de itt leginkább jelen van. Emellett a vágás néha kapkodó, mint a Batman kezdődik. Nem tudom, emlékeztek rá ott is. Nagy rész jó volt a vágás, de amikor akciójelenet volt, hogy valami olyan rész, amikor cselekmény történt, nagyon furcsa volt a vágás. Viszont itt annyira szép fényképezés, hogy mindig valamest ezt ellensúlyozza. Viszont amikor előtérnek az emlékek, tettek Pacino fejében, és az álmatlanság elég reális bemutatása, az elég nagy dicséret a készítőknek, a vágónak, az operatőrnek is, mert ezeket jól megoldották. Ezekre emlékezni fogtok szerint. Tényleg Nolan rendezőleg talán legátlagosabb munkája, mondhatnánk itt. Ez amiatt is van, mert itt a fordítókönyvet nem ő írta.
hogy pontosabban egy regény alapján írta, és nagyon meg volt szabva a stúdió által, hogy hát hogyan írhatja meg, úgymond, hogyan rendezheti le ezt a filmet, hogyan valósíthatja meg ezt a filmet. Egyébként ez volt az ára, sok körben ezt mondják, ez volt az ára a Batman kezdődiknek ez a film. És ez egyébként kicsit látszik is negatívan. Nem, ugye most nem egy saját, hanem egy könyvből már elkészült svéd finn filmből hozott egy remake-et. Amit lehetett, olyan szempontból kihozta, amit a korlátok engedte, azon kívül már nem tudott menni, amit a stúdió korlátok már nem engedtek, azt nem tudta természetesen megtenni. Az is érdekes volt, hogy voltak fekete pontok egyiket a történetben, például nagyon fura volt, hogy egy nem egy blaster filmben, egy kisebb hajón senki sem hallja meg, miről diskurálnak a főszereplői. Tehát nem egyszerűen egy hajón kellett volna dumálniuk, és megoldották volna ezt a dolgot, ennyi. Ettől nem lett olyan valószínű, pedig az a film próbál nagyon realista lenni. Egyáltalán nem, hogy blockbusterről beszélünk. Úgyhogy ez egy kicsit furcsa volt. Azért ez így is apróság, mert Nolan megint egy nagyon a lelkekbe ragadott, az egyik másik nagy jellemzője. Inkább mintsem egy izgalmas krimi trillát hozott. Itt inkább az volt a lényeg, hogy megint a pszichológiai oldalt, illetve a lélek pszichológiát emelje ki. A krimi thriller vonal is ott van a filmben, de nem ez a fő, főleg, hogy megnézitek a végén az utolsó jelenetek, megértitek majd. De viszont persze az jobb lett volna, hogyha mind a három full értéket képviselt volna, teljes értékű krimi thriller és egyben ilyen lélek dráma vagy lélek pszichológia lett volna a film, de ezt egyszerűen nem lehetett elérni. Ugyanis nagyon sokan elaludhatnak akár a film végignézéséig, jártalanságban nem kell, hogy szenvedjenek. Ez mondjuk az eredetnél, az új Batmannek, a tökéletesüknél, vagy akár még a Mementónál első nézésre nem, egyszerűen nem jöhetett elő. Itt viszont egyszerűen a felépítés a filmnek sajnos olyan, hogy ez akár elő is jöhet. Az utolsó 20 perc azért feszültséggel telve visszarázd a nézőt, esetleg az esetleges álmosságból. Tehát addig mindenki jobb, hogyha figyel. Kár, hogy előtte nem éreztem ezt az igazi feszültséget, de hogyha sokat gondolkodtok a filmet, illetve hosszabb ideig nézitek meg, aztán újra megnézitek a filmet, akkor már jobbnak fogjátok szerintem érezni, tipikusan az a film, ami akkor fogtok majd jobbnak érezni, hogyha esetleg másodjára, harmadjára nézitek meg. Ennek ellenére azt kell mondanom, hogy 68%-ot adok csak a filmnek. Ez Nolan leggyengébb filmje, ezt már kijelentettem az én esetemben. Ennek ellenére már ezt is kétszer láttam, és lehet, hogy fogom harmadjára is, de mindig ez az a film, amit legkevesebbszer láttam a Nolan filmeken belül. És ennek egyetemen a stúdió az oka, illetve a különböző megkötése a forgatókönyv terén, és hát egy remake-el állunk szemben. Ez volt gyakorlatilag Nolan első remake-e, egy svéd finn filmből, illetve a szemkönyvből is. Ez látszik a filmen, és ez vetül rá igazán, amiatt, hogy ne tudja az ember egy igazán teljes körű Nolan filmnek tekinteni ezt az alkotást. Úgyhogy ennyit akartam mondani erről a filmről, remélem tetszett nektek az a mutató is. Most búcsúzom tőletek, remélem viszontlátásig, sziasztok!